az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Nagy Böjt második vasárnapját tartjuk. Urunk színeváltozásának történetét hallhatjuk az evangéliumból. És van ott egy fölkiáltás az apostolok részéről, amit itt a templomban jó lenne, ha mindig megtapasztalnánk: Uram, jó nekünk itt lenni. Ez a szent misét elhunyt Pécsi Józsefért, és hát a kedves testvérekért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nem tettek, hogy sokszor és sokat érkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és igazgással. Én végtelen, én végtelen, én igen nagy végtelen, kérem ezért a boldogságos, minden ország kötelesszük Máriát, az összes magyarokat és szenteket, és üdvegett testvéreim, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Istenünk, Te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett fiadra. Táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Az Úr így szólt Ábrahámhoz: vonulj ki földedről, rokonságod köréből, és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek, megáldalak, és nagyját teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyert áldást a föld minden nemzetsége. Ábrahám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki. Ez az Isten igéje. Thank you.
Kedves fiam, vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva, aki megváltott minket, és szent hívással hívott, nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most. Megváltónak Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Ez az Isten igéje.
Krisztusban szeretett testvéreim, a Táborhegyen megdicsőült Krisztus jelenlétében, amikor az apostolok olyan boldogok voltak, hogy azt sem tudták, mit mondjanak, elhallatszott a mennyei atyának a szava, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Már tegnap este is erről elmélkedtünk, az isteni szóról, amit maga Jézus is a kísértőnek válaszolva mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából való. Ez az ige már elhangzott a világ teremtésekor. Legyen világosság, legyen világ, s megteremti Isten szavával a földet, megteremti benne az embert, akit kiemel az élőlények közül, megteremti benne a lelket, a természet fölé emelő lelkiismeretet, és azt a képességet, hogy ráfigyeljen. És az isteni szó a történelmen keresztül is hangzott, majd pedig kiválasztott emberek, főként proféták által vezette a választott népet, és valamiképpen vezette az egész emberiséget. De mint ahogy a zsidókhoz írt levél bevezetőjében olvassuk, sokszor és sokféleképpen szólt Isten a proféták által, a végső időben fia által szólt. Már nem csak az jutott el hozzánk, amit egy emberi lelken keresztül tolmácsoltak a proféták, hanem maga az Isten szólt, hiszen Jézus Krisztus Isten megtestesült igéje. Ezért mert olyan határozottan szólni, hogy mondatott a régieknek, én pedig mondom nektek, isteni tekintéllyel. És ezt a szót, amit ő mond nekünk, ezt a tanítást, hallgatnunk kell, átelmélkednünk kell, és amennyire lehet, meg kell valósítanunk. A rövid 3 éves működése alatt, amit elmondott, az olyan hatalmas és nagyívű volt, hogy János evangélista némi keleties túlzással azt mondta, hogy az egész világ könyvei nem tudták volna befogadni. Számunkra megmaradt az evangélium annak 4-es formája, és az apostoli ige hirdetés. Az is hatalmas gazdagsággal elénk adja az Isten tervét, a kinyilatkoztatást. Hát elég csak a hegyi beszéd szavaira gondolnunk, Jézus példázataira, gyógyító szavára, amikor súlyos betegeket egy szóval meggyógyított, a természet erőit lecsillapította, halottat föltámasztott szavával, elmondta azt, hogy ő is az Atya egy. Végrendelkezett az utolsó vacsorán, legyünk egyek, maradjunk benne, mint szőlő a szőlővesszőn. Aztán imádkozva kérjük az Atyát az ő nevében, és ehhez küldi a Szent Lelket,
És azután ott az utolsó vacsora keretében egy olyan misztériumot visz végbe, amelyen azóta is elmékedünk, ezt hívjuk Eukarisztiának, oltári szentségnek. A kenyérre azt mondja, ez az én testem, a borra azt mondja, ez az én vérem. Már korábban is, amikor a csodálatos kenyérszaporítás eseménye volt, Jézus megelőlegezetten ehhez fűzte a gondolatokat, hiszen meghökkentette hallgatóságát, hogy hogy mondhatja azt, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. De Jézus isteni hatalommal tette, bizonyította a természet erőinek a megzabolázásánál, a beteg meggyógyításánál, a halott föltámasztásánál, hogy az ő szava teremtő szó. Ha ő azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, akkor az. Olyan ajándékot hagyott, amelyen nincs páratlan a világ történetében, mert önmagát hagyta. Amikor az ember végrendelkezik, általában tárgyi dolgokat szokott hagyni a szeretteire. Mondjuk szellemi emberek hagyhatnak olyas valamit is, ami több, mint tárgy, vagy a szülő hagyhatja a jó példáját, intelmeit a gyerek számára, de Jézus úgy hagyta itt magát, hogy itt maradt. Természetesen a föltámadt Krisztus testi valóságára kell gondolnunk. A Szentírás a testről kétféle szóban értekezik. Beszél úgy, mint a húsról, ennek a szarx szó a megjelő szava. De beszél úgy, mint a lényeg valóságát tükröző testről ez a szóma. És ez az, amit nekünk itt hagy, lényeg valóságát az Eukarisztiában, mint kenyeret és bort. Ez az utolsó vacsorai esemény, ami akkor olyan formában egyszer történt, mert úgy a zsidó húsvéti vacsora keretében egyedülálló volt. Többet úgy meg nem ismétlődött, de a lényege az mind a mai napig tart, mostani szentmisénk is valamiképpen az utolsó vacsora termévé válik, fölszólító szavára, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, vagyunk itt. Ő hatalmat adott apostolainak, hogy ezt a szót kimondhassák, és ugyanúgy megvalósuljon a csoda, mint akkoron. És az az emlék, amit ő mondott, nem olyan, mint a mostani nosztalgia hullám, amikor az ember emlékezik. Retro rádión vannak a 60-as, 70-es évek slágerei, és az idősebb generáció mindig azt mondja, hogy azért szereti hallgatni, mert visszahozza az ifjúságát. Nem így van ez az emlékezet. Ő maga van itt, ahogy az Ószövetségben a húsvéti vacsorát is már a zsidók úgy fogyasztották el a pászkát, hogy ők maguk kiszabadultak
Egyiptomból az atyákkal együtt. Hát itt is, itt van az Úr Jézus velünk. És azt mondja, hogy maradjunk benne, mint szöllőtőn a szöllővesző. És ez a bennünk lét nagy ígéretet teljesít. Az egyik az, hogy velünk van a világ végezetéig. Amikor Jézus születését a prófétai jövendőlések már előre jelezték, és Szent Józsefnek is azt mondja az angyal, hogy ő lesz az Emmanuel, azaz velünk az Isten, az ebben a szentségben valósul meg leginkább. Hallattuk az evangéliumot, az is Jézus szava. Hallattuk az apostolok tanítását, végül is az is Jézus szava. Itt mindannyian, akik Krisztus nevében jöttünk össze, képviseljük Jézus Krisztusnak a közösségét. Ő mondotta, ha ketten-hárman összejöttök az én nevemben, köztetek vagyok. De ilyen hatékonysággal, mint az Eukarisztiában, sehol másutt nincs jelen az Úr Jézus. És talán rá tudunk döbbenni ennek a nagyságára. Néha maga az Eukarisztia is csodálatos módon jelzi azt, hogy itt nem egy ceremóniáról van szó, hanem valóban itt van az Úr köztünk. Bátaszék híres búcsújáró helye már több mint 600 éve Báta. A Szentvér búcsú helye, ahol történt ilyen csoda, hogy vérformájában ott volt Jézus a borban. A borrá vált vér úgy volt fölfogható, illetve a Szentostján, hogy az emberi vérnek a sajátságait mutatta. Hogy higgyünk benne, ez a báta a középkor egyik legismertebb és legkedvesebb zarándok helye volt. Az 1938-as Eukarisztikus kongresszus Pesten zajlott, de volt Bátán is ünnepség. Hiszen itt azt lehetne mondani, hogy mindig egy kis Eukarisztikus kongresszust ünnepelnek a Szentvér búcsú helyén. És mind az itteniek jól tudják, a mohácsi csata előtt II. Lajos királyunk és az akkori keresztény seregek élükön a magyar katolikus püspökökkel, Tomori Pál kalocsai érsekkel ott miséztek utoljára, és indultak a biztos halált jelentő csatába. Számukra igazi viatikum, útra való volt az Eukarisztia, hiszen az Úr Jézus azért is hagyta, hogy velünk legyen abban a nagy küzdelemben, ami ebből az életből átvisz az örök életbe. Mert amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor ugyanúgy, ahogy a testnek van kettős jelentése a Szentírásban, ugyanúgy az életnek is van a Szentírásban. A görög szó jól érzékelteti, a földi életet biosznak mondja. Hát mindenki tudja, hogy van a biológia, s a üdvösség életét az zoénak. Mi emberek, mivel
tényleg földhöz ragadtak vagyunk, a biosz a földi életünkért, annyi mindenre hajlandók vagyunk. Ha jól tesszük, mert az életünket meg kell becsülni, de nem szabad elfelejteni, hogy ez az élet időhöz kötött. Az orvostudomány is sokszor már csak meghosszabbítja az életünket a szenvedésre, és mindenféle kozmetikumokkal külsőleg le lehet tagadni egy pár évet, de hát eljár fölöttünk az idő. A földi élet a biológiánk kimért és visszafordíthatatlan. A Zoé az örök élet, az Isten élete bennünk, amiről csak sejtéseink vannak, mint ahogy sejtései voltak a színeváltozás hegyén az apostoloknak, hogy Jézus tündöklött szépségében, ott volt a szerető atya, hallatszik az ő hangja, és ott vannak ők is. Az az életmód, amiről Szent Pál mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, hogy Isten mit készített azoknak, akik szeretik őt. Jézus egy rövid időre valamit fölvillantott az örök életből, hogy az valóság, aztán föltámadt testében igazolta ezt. De mivel nem fogható úgy az örök élet, mint a földi élet, ezért hitre és kitartásra van szükség. Ehhez is adja az eukarisztiát számunkra az Úr Jézus, hogy maradjunk meg benne az ő szeretetében, és ha magunkhoz veszük az ő testét, vérét, ő bennünk marad, és erőt ad, hogy följussunk mi is majd arra a táborhegyre, ahol színről színre láthatjuk az Istent. Itt már este is énekelték az áldozáskor, az Ó Uram, nem vagyok én méltó kezdetű, illetve egy éneknek a részét, az üdvözlégy üdvösséges ostjáit. Ez az egyik legrégebbi szentségi énekünk. A mohácsi csata előtt már megvolt. Én azt is el tudom képzelni, hogy ott énekelték, amikor ott voltak, hogy az üdvözlégy üdvösséges ostja, Isten tiszta anyjának fia, mostan kenyér színben látlak, igaz Isten megvallak, mert te vagy igaz üdvözítő, minden világ bűneit törlő, igaz Istennek egy fia, ki keresztfán meghala. Mikor a pap az igét mondja, átváltozik a kenyér mi volta, annak lészen testes vére, ki rettünk szenvede, és utána jön Nagy Isten, dicséretet zeng a szívem, dicsőséget zengedes szívem, lelkem a Szent Háromságnak, fölajánlom Uramnak. Milyen szép ének. Középkori magyar hívő népünk éneke az eukarisztiáról, amiben benne van Krisztus áldozata, benne van az, hogy rábízta egyházára, a papságra, benne van az, hogy eltörli bűneinket, benne van az, hogy befogad bennünket, és ezért dicsőítjük az Istent, a teljes Szent Háromságot, az igaz Istent, mert a Jézus ott van, ott van Istensége is,
és valamiképpen ott van a Szent Háromság is. Ezért olyan fölfoghatatlan nagy titok számunkra az Eukarisztia. Sokan elmélkedtek róla az évszázadok folytán. Aquinói Szent Tamás volt az egyik legnagyobb erről gondolkodó teológus. Ő írta meg az Úrnapnak az énekeit és miséjét. De volt egy pillanata, amikor egy ilyen elragadtatásban részesült, és úgy érezte, hogy mindaz, amit ő mondani tudott az Istenről, az olyan, mint a szalma. Tudjuk, hogy a szalma egy pillanat alatt ellobban, nem olyan, mint a kemény fa, ami tartja a tüzet, hogy ő úgy gondolta, hogy mindaz, amit írt, az csak ilyen értékű, és meg is akarta semmisíteni. Hála jó Istennek, hogy nem semmisítették meg mély értelmű nagy írásait, mert minket vezet az úton, hát a Tantum Ergo énektől kezdve több szép szentségi énekünk az ő szívéből és tollából való. És azóta is mennyien dicsőítették, imádták az Eukarisztiát. Mindenki tudja templomainkban, egész magyar földön a győzelemről szóló éneket, Banga Béla szép, imádságos versét, amit egy kalocsai származású Kudela Géza fiatalon meghalt egyházzenész pap zenésített meg. Ezek mind Isten dicsőítések, de ugyanígy a szép szentmisék, a templomok, a miseruhák mind az Eukarisztiáért adnak hálát. De a legnagyobb dicsőítése az Eukarisztiának az élő ember, aki az Eukarisztiából táplálkozva meg tud maradni Jézus Krisztus és az egyház hűségében, és erről tanúságot tud tenni. Hallgassuk a szeretett fiú szavát, amely a nagy csodát éppen az Eukarisztián mutatja meg. Úgy vegyük magunkhoz, töltsön el bennünket az az álmékodás, ami a szenteket eltöltötte. Itt van az Úr, velünk maradt, vigasztalásunkra, örömünkre, bánatunkra, kísér az úton, a szenvedésben, a halálban, hogy eljuthassunk a föltámadásra. Ezért is nagy örömmel kell részt vennünk minden szentmisén, és majd az eukarisztikus kongresszust is így kell népünkkel együtt megünnepelnünk. Itt maradt az Úr, adjunk hálát érte, dicsérjük és magasztaljuk a Szent Háromságos Egyistent, s lelkünket ajánljuk föl néki. Amen. Hiszek az Egyistenben. Thank you.
Forduljunk most testvérei mennyei atyánkhoz, akinek templomában megtaláljuk zaklatott szívünk békéjét és nyugalmát. Add, Urunk, hogy hívő néped érezze, milyen jó együtt lennünk te nálad. Részesítsd, Urunk, egyházad tagjait a veled való találkozás boldogságában. Engedd, Urunk, hogy Krisztusban minden nap, minden nép felismerje a te dicsőséges fiadat. Töltsd el, Urunk, boldogsággal lelkünket, amikor az imádságban veled beszélgetünk. Add, hogy a mennyei dicsőség ígérete enyhítse a betegek szenvedéseit. Istenünk, minden világosság atya, segíts minket, hogy asztalod körül összegyűlve már földi életünkben érezhessük boldogító közelségedet, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tisztítson meg bűneinktől ez az áldozat, szentelje meg szolgáit testét és lelkét, hogy méltó módon ünnepeljük meg húsvét ünnepét, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig s mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, a szent hegyen megmutatta nékik dicsőségének fényét. Így világossá tette számukra, amit a törvény és a proféták tanúsága hirdet, hogy szenvedésére a föltámadás örök fénye virrad. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zengjük. Thank you.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, mi urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaikkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szívvel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézed,
hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljesedtségét, a kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a teremtettel. Köszöntsék neki egy második helyenével. Hogy legyen az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Teste és vére. Thank you.
könyörögjünk, dicsőséges, szent testedet és véredet magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kérjük a mindenható Istent, hogy adjon neki sok kegyelmet az egyházmegye élén, adjon bátorságot a nagybőti időben, hogy az a találkozás Krisztussal valóban öröm legyen, amit húsvétkor ünnepelünk. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy március 9-én hétfőn, délelőtt 10 órakor gyászmisét mutatok velünk Kaszás Józsefné, született Apa Celler Éva lelki üdvéért. 11 órakor lesz nővérünknek a temetési szertartása. Szerdán este 6 órakor a szentmise áldozatot felajánljuk velünk Muszter Ádám, halálának első évfordulója alkalmából. Csütörtökön délután 3 órakor temetési szertartása lesz Lehut Várda Ferencnek. 17 órakor csendes szentségimádás, 3-4-6-kor az oltári szentség előtt esti dicséretet Zsolos Máté imádkozó. 18 órakor a szentmise áldozatot felajánlom egy élő családért. Jövő héten, pénteken, 18 órakor keresztúti ájtatosság lesz. Szombaton este 6 órakor a szentmise áldozatot felajánljuk elmúlt Arai Imre lelki üdvéért. Itt hirdetem a kedves testvéreknek, hogy nemzeti ünnepünkön délelőtt 9 órakor lesz kivételesen a szentmise. A szentmise áldozatot felajánlom egyben Elhun Katzenberger Károlyné lelki üdvéért 6 hetes szentmise. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a nagybőjt napjait használjuk fel, és végezzük el töredelmes szívvel szent gyónásainkat. A hétköznapi és a szombati szentmisék előtt gyónási lehetőséget biztosítunk, hogy más alkalommal megbeszélés szerint. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy kedden este 6 órakor katekézis lesz vetítéssel. Várjuk a kedves testvéreket a Ferencházban. Az idősek otthonában, Vörösmarty utcában délelőtt 10 órakor fogunk ellátogatni. Pénteken 19 órakor jegyes oktatás lesz ugyancsak a Ferencházban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Bántaszéki Egyház község nevében szeretném megköszönni érsek úrnak, hogy elfogadta a meghívást, és az elmúlt 2 napban megtartotta a 2020. évi nagybőti lelki gyakorlatot. Hálás szívvel köszönjük, hogy az úti tarisznyákban nagyon sok léleképítő, szép gondolatot helyezett el, és külön szeretném megköszönni azt, hogy személyes tanúságtétellel, életének egy különleges példájával is gazdagította ezeket a léleképítő gondolatokat. A Szentírásnak a hiánya, amikor nincs velünk, hogy az mekkora nagy lelki gond lehet, amikor minden a rendelkezésünkre áll ebben a gazdag világban, akkor egy szentírás, az örömhír mekkora hiányt jelenthet. Nem is tudjuk, de most rávilágított érsek atya arra, hogy a szentírásnak mekkora ereje van, és milyen nagy segítség lehet az életünkben. Hálás szívvel köszönjük, és a Jóisten legszentebb kegyelmét kívánjuk élete útjához. Köszönöm szépen, majd egy kis füzetecskét hoztam, de a plébános atya, vagy valakit majd családonként együtt belőle egy 4-5 oldalban összefoglaltam azt, amit egy katolikus hívő tud, hiszi, megvallja, akkor katolikusnak mondhatja magát az eukarisztiáról. Ugye most
nagyon sok könyv megjelenik, nem mindenkinek van ideje, ereje, kedve hozzá, de ezt a négy kis gép, öt gépelt oldalt, takarékoskodtam a papírral, ezt legalább 3-4 alkalomra beosztva el tudja mindenki olvasni. A címlapján új múzeumunknak, az Asztriceumnak a képeiből van egyrészt a Szent Háromságos Egyisten képe, még a nagyon régi oltárunkról, a mostani előttiről, illetve egy gyönyörű szép szentségmutató, úgynevezett monstrancia látható, tehát az a mi múzeumunkból való, de hát fontosabb az a gondolat, ami az eukarisztiáról való, majd itt osztják a szentmise végén. Minden kedves testvérnek kiváló nagybőti készületet és húsvéti ünnepet kívánok, illetve hát azt, hogy mentsen meg bennünket az Úr a koronavírus betegségétől, ez is a jó kívánságaim közé tartozik. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve! Segítségünk az Úr nevében! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ér, menjetek békével! Istenem!